Köszöntöm a stúdióban Horváth Károlyt, a megyei békéltető testület elnökét. Van nekünk egy olyan eredményünk, hogy a Csongrád megyei békéltető testület az országban a legjobbak közé tartozik. Mi alapján állapították ezt meg? Ez már több éve így van egyébként, és hát a nyilván statisztikai adatok alapján lehet ezt megmondani. Tehát alapvetően Budapest, Székesfővárosunk az, amelyik a legtöbb üggyel számol, Pest megye, és érdekes módon harmadikként mi szerepelünk. Éves szinten általában egy olyan 550-580 ügyjel, lehet ezt mondani, most a több évvel visszamenőleg. És hát ezen belül az ügyek megoldásában is elég jó eredményeink vannak, mert ugye hát a békéltetésületnek az a feladata, hogy békéltessen. Tehát, hogy egy alternatív vita megoldást adjon. És hát ezek szerint ezt jól csináljuk, mert közel 40%-ban sikerül egyetértést kialakítani a fogyasztó és a vállalkozások között, és egy 25%-ban pedig tudunk ajánlást adni, amit ugyancsak a vállalkozásoknak nagy része végrehajt. Úgyhogy ezek adják a jó eredményeink. Mi az oka annak, hogy ilyen sok ügy van Csongrád megyében? Ennyire tudatosak a Csongrád megyeiek, vagy ennyire sok itt a probléma? Álláspontom szerint inkább az első, tehát ennyire tudatosak. Részint azt látom, hogy a szolgáltatók azok minden esetben, hogyha valami probléma felmerül, felhívják a fogyasztó figyelmét, hogy hova fordulhat. Tehát legtöbbször először megkeresik a fogyasztóvédelmet, a hatóságot, és ők pedig hát automatikusan adnak egy tanácsot természetesen, de a vita megoldásában hozzánk, tehát a békéltetőtestület ez irányítják ezeket a fogyasztókat. Tehát van egyszer egy ilyen tudatosság. Másrészt talán mostanra érett meg az, hogy az iskolákban is oktatják a fogyasztóvédelmet, nagyon sokan foglalkoznak vele, és eredményesen ilyen szempontból, tehát ezt adhatja ezt a számot. Tehát hozzáteszem, hogy szerintem nem ismerik a teljes statisztikát, tehát nem tudjuk azt, hogy például hány olyan vállalkozás van, ahová az emberek a problémáikkal visszamennek, tehát mondjuk vásároltak valamit, és megoldják. Abban az esetben az nem kerül hozzánk természetesen, de mégis megoldódott a vásárolónak, a fogyasztónak a problémája. Melyik terület a legproblémásabb? Hát ez változatlanul a cipős ügyek tartoznak ebbe a körbe. Ebbe soha nem lesz javulás? Ebbe szerintem nem lesz, mert hogy egyébként ugye az ember minden nap hordja cipőt, tehát viseli. Tehát ebből a szempontból tulajdonképpen a másik az, ami eléggé sok problémát okoz, az a parkolás. Tehát, és az is elsősorban Szegedvárosban. Tehát ebből is nagyon sok. Na, azzal milyen problémák vannak? Hát azzal az a probléma, hogy szerintem a parkolási rendelet nem elég rugalmas. Tehát adott esetben ugye előfordulhat az, hogy valaki tévesen parkol le, nem szándékosan szegi meg a törvényt, a jogszabályt, nem veszi észre, hogy most a sárga zóna helyett a zöld zónába került, és akkor ebben az esetben tehát szigorúan alkalmazzák vele szembe a jogszabályt. Ebben az esetben mi legfeljebb annyit tudunk csinálni, hogy igyekszünk egyességet kötni valamilyen módon a felek között, hogy megmarad a bírságnak is egy része, de mégsem járjon úgy a fogyasztó, hogy teljesen elkasszálják. De azért azt hozzáteszem, hogy, és sokszor találkozunk ilyennel, hogy ugye a városnak a cége, tehát a közlekedési társaság, az egy bírságot kíró, mondjuk 6000 forint körül összeget. És felhívja a figyelmet arra a fogyasztónak, hogy abban az esetben a 15 napon belül nem fizeti ezt be, akkor ennek a 40-szeresét fogja igényelni a parkolási költségnek. Ha időben bejön hozzánk a fogyasztó, akkor az első dolog, amire felhívjuk a figyelmet, hogy fizesse be, aztán majd meglátjuk, hogy később sikerül-e valamit belőle visszanyerni. De legalább ne fusson át abba a kategóriába, hogy sokkal többet kelljen neki fizetnie. Mi újság a webkereskedelemmel? Az mennyire problémás?
Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy összességében a webkereskedelem jól működik, de hozzánk is a problémák jutnak el, tehát ebből a szempontból azt azért nem tudom megítélni, hogy mondjuk százalékos arányban mennyi a probléma, mert ott is úgy működik, hogy ha valami probléma van, akkor visszamehet a webkereskedőhöz, és akkor ott megoldják neki a cserét, mondjuk. Annyival másabb a helyzet, hogy ugye itt a fogyasztó nem látja a terméket, nem tudja megfogni, nem látja, hogy most az milyen színű, és nagyon sok esetben előfordul, hogy mondjuk szín okozta eltérések miatt állnak el a szerződéstől. Azt kell tudni, az nagyon fontos, hogy a webkereskedelemben van egy 15 napos elállási határidő. Tehát ez azt jelenti, hogy ha megérkezik hozzá a termék, és meggondolja, mert kapott esetleg egy új információt a termékről, akkor visszaküldheti. És akkor ebben az esetben ő visszakapja a pénzét is, amit befektetett. Mondjuk azzal a különbséggel, hogy a visszaküldés költsége azért azt őt terheli. Ennyi az, ami itt problémásabb lehet. Mi hozzánk tehát azok az ügyek kerülnek, amikben nem sikerül megegyezni, de azért azt kell mondjam, hogy amikor a felszólítást megírjuk a kereskedőnek, a vállalkozásnak, akkor annak nagy-nagy többsége azonnal teljesül. Tehát teszi a dolgát a kereskedő, és akkor, ha megkapta a figyelmeztetést. Hol találják meg önöket azok, akiknek szüksége van segítségre? Szegeden a Párizsi körút 8-12 szám alatt az iparkamara székházában van a mi helyünk is. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.